Hódmezővásárhelyi emlékpontban nyílt meg Dömötör Mihály Metamorfózis című jubileumi kiállítása. A 70. születésnapját ünneplő fotóművészt Kipíró Ágnes, az emlékpontot is működtető Tonyai János Múzeum és Közművelődési Központ művészettörténésze köszöntötte. Vágó János kürtművész játéka, valamint Almás Jenikő és Mai Szilárd zenés produkciója után a kiállítás Simon Ferenc művészettörténész nyitotta meg. A személyiség, idézem Vörös Sándor, a személyiség mögötti végtelen áramokat a keresztények angyaloknak, az ógörögök isteneknek, az ideg déváknak nevezik. Az egyéniségbe süppett mai ember elvesztette az angyalokról való tudást. Nem hisz a levegőből ereszkedő láthatatlan szárnyasokban, és ebben igaza is van. Csak hogy nem tud arról, hogy személyisége és lelke nem azonos. Arról, hogy időbeli személyisége mögött rejlik a nem időbeli lélek, amely nem valakinek a lelke, hanem tagolatlan, határtalan. S a léleknek különféle megnyilvánulásai az angyalok. A megnyitóra zsúfoltságig megtelt az emlékpont kiállító tere. A múzeumi tárgyfotósként közismerté vált, majd a fényárnyék kontrasztok ábrázolását és jelentéssel való feltöltését magas szintre fejlesztő fotóművészt Simon Ferenc a téridő fénypoétájának nevezte. A betű a könyvben, a kép a falon, a fénykép a digitális fényképezőgép memóriájában, majd kinyomtatva a keretben, a hangjegy a kottában, csak piszok a papíron. Mert csak kizárólag az olvasásban, a szemlélésben, az eljátszásban és a meghallgatásban válik érzékelhetővé. Vagyis a műalkotásnak mindig élő lélekre, agyszövetre van szüksége, ahol ő meg tud képződni. Egyébként csak az anyaghordozójában van. És csak akkor lesz ez igaz, hogyha elidőzünk a műnél, ha részt veszünk benne. Az esztétikai tapasztalat titokzatos alakváltozások sorozata. Ez az átalakulás a metamorfózis. Ezért ez a kiállítás címe. A kiállítóteret beleért vannak padlóját is, angyalok népesítették be. A kiállítás címét adó görög-latin kifejezés a metamorfózis átalakulást, átváltozást jelent. A szemnek láthatatlan angyalok az emberi kéz munkája által formát öltenek, és e formákat, a különféle angyalábrázolásokat tudja megragadni a fotós. A lelkünkbe és a szellemünkbe meglévő szárnyaló angyalok, azok csak akkor fényképezhetők, ha először emberi tevékenység hatására átalakulnak, megtestesülnek. Ha megtestesülnek, akkor belépnek egy másfajta időbe, és elkezd rájuk hatni az idő. És ahhoz, hogy én fényképezhessek angyalokat, tehát csak azután tudtam neki fogni, amikor ez az átalakulás, ez a metamorfózis létrejött. És akkor elkezdtem gondolkodni az angyalokon, hogy mit is lehetne csinálni. Nyilván katalógust nem akartam csinálni, mert nincs értelme, hanem úgy fényképeztem meg az angyalokat, ezeket a nagyon különleges lényeket, ahogy számomra adódtak. Tehát jártamba kertembe, nyilván rá voltam hangolódva, elidőztem az angyalok társaságába, de amikor éppen arra jártam, és elém állt egy angyal, akkor elővettem a fényképezőgépem, és készítettem róluk fényképet, és ebből állt össze egy ilyen két évnyi körülbelül gyűjtögetéssel ez a 45 kép. A kiállítás képeit a féle képi eszéknek is tekinthetjük, amelyek sokrétű szimbolikát jelenítenek meg. Dömötör Mihály figyelmét még a korábbi Keresztparafrázisok című anyagának készítésekor ragadta meg az angyal motívum. A most látható közel 50 alkotást két év alatt készítette. Az angyalok fekete-fehérben tekintenek ránk, a képekről Dömötör Mihály fotóira jellemző sötét árnyékokból kibontakozva. Nem akartam, hogy túlzottan direkt valóság legyen. Tehát az a fajta kép is érvényes, amit Gadamer azt mondja, hogy kép más, ami direkt leképezése a valóságnak, de én el akartam emelni ettől a valóságtól egy kicsit, átírtabbá akartam tenni, mert hogy az angyalok egyébként se valóságosak, és a fekete-fehér fotográfiának valami elképesztő drámai közlő ereje van. Tehát egy rossz fénykép attól, hogy fekete-fehér átteszem, nem lesz jó, de egy jó fénykép átírtabb lesz, költőiebb lesz, és
valamiért másfajta fantáziát mozgat meg az emberbe. Nem kellett nagyon messzire utazni, ez leginkább szellemi és lelki kaland volt számomra. Vásárhelyen is, Kiszomboron, Zákányszéken, meg közben persze Dunaszerdahelyre meghívtak egy fotós táborba Dunaszerdahelyen is, illetve Prágába voltam 2 évvel ezelőtt, és 7 kép ott készült Prágába, a Malostranszki, a kisoldali temetőbe, köztük a legnagyobb kép is, az Omnia Tempus Habent, ami tulajdonképpen az egész kiállításnak a mondani valója, ugye, és a meghívó kép is, és ez e köré épül tulajdonképpen az egész kiállítás. Az installáció azért érdekes számomra, mert hogy van egy barokk angyal fölül, van egy fénykép középen, ez a fénykép az alsóvárosi templomnak a padlásán készült, a romos barokk angyal ott feküdt az ablakba, és ami elképesztő, ahogy pókhálósan, porosan ott megjelent, nyilván képi poéziszként átírtan, és ugyanez az angyal fekszik bent a tárlóba. Tehát ez a metamorfózisnak lehet, hogy kicsit túl didaktikus formája, de én nagyon fontosnak tartottam, hogy ez megjelenjen, illetve megjelenjen az, hogy ne csak, tehát a képek azok fent vannak a falon sígva. És valahogy meg akartam mozgatni egy kicsit ezt a világot az installációval is, meg a 3 képpel, amelyik ugye lent van a padlón, mert hogy ha már egyszer fölülről fényképeztem, akkor a néző is nézzen rá, és így talán teljesebb az élmény. Dömötör Mihály elnöke a Lucien Hervé Kamera Klubnak, mely L.K. Lászlónak, vásárhelyi fotográfusnak állít emléket. A klub 2014-ben alakult, tagjai között fotográfusok és amatőr fotósok is vannak. Célja, hogy a klubtagok egymástól tanulhassanak, tapasztalatot szerezhessenek. Elképesztő, hogy mennyire népszerű lett a fotográfia. Tehát pláne a digitális technika, illetve a mobiltelefonnal történő fotózásnak a lehetősége miatt azt olvastam tavaly, hogy 13 ezer milliárd digitális fotó készült egy évbe, állítólag azóta már 2 milliárddal több. Tehát ami hihetetlen népszerű, nagyon sokan tudnak jól fényképezni, nagyon sokan tudnak művészi fotográfiát előállítani digitális technikával, és hát nyilván a Lucien Hervé Kamera Klub arra jó, hogy az azonos érdeklődésű embereket összehozza, és hát hogy tudjuk, hogy Lucien Hervé Elkán László néven született, éppen az idén 110 éve, és Le Corbusier fotósaként lett világhírű. És ha már Vásárhelyen született, akkor miért ne egy ilyen világhírű ember legyen a Lucien Hervé Kamera Klub névadója. Judit Hervé Elkán még él, írtam neki 5 évvel ezelőtt, mikor megalakult a klub, hogy mi az elgondolásunk, hogy Lucien Hervé nevét vennénk föl, és teljesen meghatódott, hogy jaj, de jó, de nagyon örül, hogy ezzel is megbecsüljük Lucien Hervé nevét. Akár a fényes pelyhek is, vigyázva földet értek, a fényességes angyal is, ő is földre lépett.